rózsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. Köszöntjük a hallgatókat, ez a Millás reggeli, továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádión, méghozzá július 14-én kedden 4:10 előtt 1 perccel járunk, és az otthoni stúdiójából Kántor Endre jelentkezik. Rádióból pedig Gede Balázs. 06302010909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Egyelőre új információ nem jött se a Batyin az alsó rakparton nézelődőkről, sem pedig a déli vasúti összekötő hídon történtekről. Várunk esetleg továbbiakat, hogyha valaki tud valamit. Endre, te kinyomoztál valamit esetleg? Nem láttam semmit. Azt tudom, hogy holnap lesz egy nagyszabású ilyen népszerűsítő akció a Dunán. Aha. Majd Budapest rovatunkban arról fogunk élőben bejelentkezni, illetve beszámolni. De lehet, hogy arra, nem tudom. Oké, akkor ballagjunk tovább. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsde üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink. Hát kérem, ma Gustav Mahlerről fogunk elmélkedni, illetve az ő alakját idézzük fel, és bénejét. Gustav Mahler egyébként 160 évvel ezelőtt született, 1860-ban, július 7-én, és természetesen ki más, mint Katona Csaba történész lesz a segítségünkre, hogy jobban megismerjük Mahlert. Szervusz! Jó reggelt kívánok, szervusztok! És valóban Gustav Mahlerről fogunk megemlékezni ebből a születési évforduló alkalmából. Ami egy rendkívül érdekes életút, majdnem annyira érdekes, mint a feleségéjé, és ezzel egy picit már előre utaltam a házasságára is. Uh-huh. És hát ennek van egy budapesti vonatkozása is, ami miatt azt gondolom, hogy számunkra, magyarok számára különösen érdekes lehet. Ha valaki a Nagykörúton sétálgat és megpillantja a Terész körút 7 szám alatti házat, akkor ott láthatja azt az emléktáblát, ami arra emlékeztet minden arra járót, hogy Gustav Mahler itt élt 1889 és 1891 között. De hát valahogy oda kellett neki keveredni Budapestre, hát akkor nézzük az életének a kezdeteit. Ez Kalisztye városához kötődik, ami Csehországban található. Itt látta meg a napvilágot egy Bernard nevű úriembernek a fiaként, sok gyerekes család, több mint 10 voltak testvérek, egyébként egy askenázi zsidó családról beszélünk. És hát sajnos akkor mondjuk úgy, hogy egészségügyi viszonyainak következtében a testvérei közül 7 meghaltak már gyerekként. A édesapja meglehetősen, fogalmazunk úgy, hogy mérsékelten családcentrikus életet élt, szerette az alkoholt a kívánatosnál jobban. Szerette a hivatását, igen. Fogalmazunk így, igen. Úgyhogy elég nehéz indulás volt ez. Ezzel együtt azonban szerencsére jó iskolákba került, a család átköltözött Iglauba, a mai Jihlavába. Hát ha valaki szereti a jezsek sört, akkor emlékezhet rá, hogy ezt szokták a derékcsehek sünis sörként emlegetni. A sünis. A der igel, a sün szóra utal vissza, ugye Iglau város neve. Hát emlékezhetünk az akadémiai nagyszótára, de ebben most nem mennék bele, hogy a der igelhez milyen példák kerültek. Erre majd egyszer talán visszatérünk. Mahler viszont kiválóan iskolákban palírozódott, és hát a tehetsége révén aztán különféle helyeken kapott állást, például Ljubljanába, ugye a monarchián belül volt egyfajta mozgástér, aztán dolgozott Olmützben, vagy Olomouczban, dolgozott Lipcsében, és itt ismerte meg például azt a Mikis Artúrt, a magyar karmestert, aki később aztán a Magyar Állami Operaháznál az utódja lett. És alapvetően ebben az időben már kibontakozóban volt mind a zeneszerzői, mind pedig a karnagyi tehetsége, tehát a karmesteri tehetsége. Nem is olyan meglepő, hogy, és talán ez egyik legizgalmasabb számunkra azt gondolom az életéből, hogy megkeresték a nemrég létrehozott budapesti operaház vezetőségétől. Na most az operaház 1880-as években akár nyitotta meg a kapuit, és Európa egyik legmodernebb ilyen jellegű intézménye volt ebben az időben, bármilyen meglepő, de gazdasági válsággal küzdött.
sajátos szerkezettel irányították az állami színházakat, így az operaházat is. Volt egy művészeti igazgató, erre a posztra kérték föl Gustav Mahlert, és volt egy intendáns, aki pedig a magyar államot képviselte, úgymond ilyen gazdasági és egyéb vonalon. Picit gondoljunk hasonlóképpen a mondjuk a kancellári szerepre a mai egyetemi rendszerbe. Tehát egyfajta ilyen állami felügyelet. Na és hát ezt a pozíciót komoly emberek töltötték be, az operaháznál például Podmaniszki Frigyes, a Kockásbáró Budapest vőlegénye egyebek mellett, de ebben az időben már nem ő, hanem Benicki Ferenc állt ezen a poszton, aki úgy tapasztalta, hogy az operaház az hát nem csak úgymond gazdaságilag van nehéz helyzetben, mert gyakorlatilag képtelen eltartani magát, ami persze jogos kérdés, ugye, hogy az elvárható egy ilyen jellegű intézménytől, hanem szakmailag is rossz irányban megy. Erkel Sándor volt ebben az időben a művészeti vezető, Erkel Ferenc fia, őt megvádolták azzal, hogy az Erkel család egyfajta nepotizmus révén tolta be őt ebbe a pozícióba, nyilván nehéz egy ilyen apa árnyékában hasonló pályán tevékenykedni, mint amilyen Erkel Ferenc volt. És akkor így esett meg az a történet, hogy fölkérték Mahlert, aki nagy-nagy örömmel igen mondott erre a dologra. Az egy más kérdés, hogy ő hosszabb távra tervezte a budapesti tartózkodását, ezonban nem ívelt tovább 3 évnél. Viszont megcsinálta azt, amiért idehozták. Tehát teltházas előadások sorra ment, annak ellenére, hogy támadták, érte őt antiszemita jellegű támadás is. Érte őt támadás amiatt, amiért azt mondta, hogy az operákat eredeti nyelven is elő lehet adni, és ugye ilyen nacionalista vonalon egyebek mellett azért tűzték őt túlhegyre, hogy mi az, hogy nem magyarul énekelnek. De hát például felszámolta azt a jelenséget, ami abban az időben még megszokott volt, hogy minden énekes azon a nyelven énekelt, amelyik az éppen az anyanyelve volt. Tehát most képzeljük el ezt a kakofóniát, ugye ott a színpadon, hogy áll mondjuk egy olasz baritón, vele szemben egy német szoprán, mint egy magyar mezzoszoprán, és hát nyilván a zene így is élvezhető, bármilyen nyelven hozik el, de azért mégsem segítette elő mondjuk hogy a közönség figyelmességét. Mahler nagyon határozott elképzelésekkel jött ide, és mindjárt azzal kezdte, hogy elsőként bemutatták Magyarországon még 1889-ben a Rajna kincsét. Ez volt az első előadása, mi sem természetesebb, mint hogy tűzött ki az előadás kellős közepén, és akkor is látványos legyen a premier. Ezt viszont sikerült úgy módon megoldani, hogy részben a tűzoltóság, részben a nézők, részben a művészek eloltották a tüzet, és úrrá lettek a helyzeten. Valószínűleg ezért nem volt egy nagyobb tűz, ezt feltételezem. Majd befejezték a darabot óriási sikerrel, és a siker olyan értelemben folytatódott, hogy például Mascagninak a ma is sokszor játszott Panaszbecsületét, például itt mutatták be először az ő vezénylésével 1890-ben, tehát már egy évvel később, ugye ebben az időben maradt, hogy az az anekdota, ami nem is Mahlerhez kötődik, hogy Mascagni elkésett az ős bemutatóról, és megpróbált behatolni, de hát a szigorú őrök mondták, hogy ide nem lehet bejönni, mert elkezdődött az előadás, mire elkezdte ismételgetni a nevét, hogy magyarul nem tudván, hogy Mascagni, Mascagni, mire azt mondták neki, hogy nem lehet itt, kérem, Mascagni opera előadás van. Ez persze vagy így volt, vagy nem, de ezzel lehetőzik is túl. Azon viszont nem, hogy Mahler elkezdte megtölteni az operaház kasszáját, komoly sikereket aratott, értékű kritikák is, de tudjuk, hogy a negatív reklám is reklám tud lenni. Tehát jogos a kérdés, hogy hát miért is kellett innen idő előtt távoznia. Hát azért kellett távoznia, mert az intendánsi pozícióban változás történt. Vicsi Géza grófot nevezték ki erre a pozícióra. Vicsi Gézát én, mint balatonfüredi fürdővendéget roppanul kedveltem, egy rendkívül jótólú emlékiratíró, volt már olyan műsor, ahol megemlékeztünk az ő 1860-os években füredi topzódásairól. Na vele az volt a probléma, hogy nagyon-nagyon nem szerettem Mahlert, volt benne egy jó adag antiszemitizmus és egy még nagyobb adag magyar nacionalizmus. Ez gyakorlatilag a kezdetektől elkezdte fúrni Gustav Mahlert a sikerek ellenére. Fogalmazunk úgy, hogy a berögzülései azok felülírták a józan eszét, bocsánat, hogy ennyire nyersen fogalmazok. Ennek az egésznek az lett a következménye, hogy a kiemelkedően magas fizetésért Budapesten dolgozó Mahlert végül is egy kiemelkedően magas végkielégítéssel rábírta arra, hogy adja el Magyarországot, amivel szerintem elég komoly kárt okozott a magyar operáznak és egyáltalán Magyarország művészeti életének, mert a tények azok sajnos ezek, hogy Vicsi Gézának ez a szerepe nem nevezhető pozitívnak. Mahlert azért persze nem kellett félteni, hát Budapesten tovább növelte a hírnevét, aztán tovább állt Hamburgba, ahol több évet töltött el, ugye dolgozott már Ljubljanába, Lipcsébe, tehát itt számos város nem biztos, még Prágában is egy időben. Hamburgban mintegy 6 évet töltött el, és innen még mindig tovább vezetett az útja Bécsbe, a Hofóperbe, tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen ezzel a szakmailag csúcsra ért. És aztán viszonylag, hát relatíve idősen, 1902-ben már túl egy-két súlyosabb betegségi periódusom megnősült, és feleségül vette azt az Alma nevű hölgyet, Alma Schindlert, aki aztán később Alma Mahler, vagy Alma
ez a néven lett ismerős. Miért? Kérem szépen azért, mert rendkívüli kapcsolatrendszere volt a Mahlernél 19 évvel fiatalabb hölgynek. A feleségül ment Mahlerhez, szült neki két gyereket. Ez egy tiszta ügy, ugye? Uh-huh. No. Későbbiekben mondjuk úgy, hogy szoros bizalmi kapcsolatot épített ki Oszkár Kokoskával, tehát így bűvészi vonalon haladt tovább, de hozzá nem ment feleségül. Feleségül ment viszont korábbi szeretőjéhez, Walter Gropiushoz, hogy az építészetet is bevonjuk a testvér múzsák közül, úgy tetszik. Vagy miután tőle elvált, egy Franz Werfelhez is hozzáment, tehát hogy a 20. 40 napját is bevillantjuk ebbe a történetbe. Úgyhogy azt gondolom, hogy három ilyen férjel, mint a Mahler, Gropius és Werfel, elég tisztességes életutat tudhatott maga mögött a hölgy. Aki egyébként jóval Mahler halála után kiadta a mondjuk úgy, hogy nem feltétlen boldog házasságuk emlékeit, leveleket, egyebeket, ezeket egy picit megmásította, picit elvett belőle, picit hozzáít, és az egészet arra futtatta ki, hogy ő maga valójában sokkal tehetségesebb zeneszerző volt, mint férje Mahler, csak sajnos a himsovinista Mahler nem engedte őt kibontakozni. Hát kezeljük erőforráskritikával a hölgynek ezt a tevékenységét, maradjunk annyiban. Viszont ebből talán kiderült, hogy Mahler házassága valóban nem nevezhető boldognak. Élete utolsó évei viszont elvezényelték Európából, New Yorkban tudott karriert csinálni, meghódította a tengeren túlt, a Metropolitannek volt jó ideig a vezető karnagya. Más kérdés, hogy a halál viszont Európában érte. Ha jól tudom, valamilyen baktériumos fertőzés okozta végül a halálát, és borzongató belegondolni, hogy 1911-ben halt meg, tehát mindössze 51 évesen ért véget ez a rendkívül gazdag életút. Nagyon furcsa látni ezt a fajta monarchiabeli karriert, amit ő teljesíteni tudott. Ha jól emlékszem, Leonard Bernstein jellemezte úgy, hogy ez a cseh, német, zsidó, lengyel fiú. És ezt a rendkívül szenvedélyes, ha jól tudom, 9 befejezett és talán egy 10. befejezetlen szimfóniája volt neki, de erre most nem esküszöm meg, mert nem vagyok zene történész. Aki az életét is szenvedéllyel írta, a zenéjét is szenvedéllyel írta, és ő fogalmazott úgy, hogy ahol a zene, ott a démon. Tehát, hogy legyen meg ez a többlet benne. És hát én nem azon elgondolkodni, hogy vajon mi történt volna, ha egy picit nyitottabb, egy picit szabadabb, egy picit liberálisabb légkörben kapja meg a korlátlan alkotás lehetőségét Budapesten az Operaházba, hogy vajon ez a sikertörténet hova ívelhetett volna. De hát ezt ilyen értelemben sajnos nem tudjuk meg. Így aztán Hamburg, New York, Bécs operaházainak a közössége volt Hálázicsi Gézának, azért bár szerintem nem is ismerték a nevét, hogy Budapestről sikerült Mahlert odébb raknia. Azt gondolom, hogy nem csak a monarchia, hanem Magyarország kultúrtörténeti is egy speciális adaléka ez. És hát valóban egy kiváló zeneszerzőről beszélünk, akinek az életműve túlélte az elmúlt több mint 100 évet, úgyhogy Gustav Mahlert nem tiszteletből hallgatjuk, hanem azért, mert élvezhető, nagyszerű világszínvonal zenét alkotott. Szerintem legyünk rá büszkék, hogy itt él Budapesten, és ha valaki ott jár a Terjesztő út 7 előtt, egy főhajtással tisztelegjen az emléktábla előtt, vagy akár az Operaháznál. Hát nem, hogy büszkék vagyunk rá, én abszolút egyenesen földimként fogom emlegetni, mint Terézvárosit, úgyhogy mindenképp... Azt hittem, Kadicsébe születtél. Nem, azért egy enyhe csúsztatással kényszerülök erre. Hát nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk Mahlerről, azt is külön köszönjük, hogy az IGEL-nek az enciklopédiai bejegyzését nem részleteztük, mert ahogy így utána néztem, hogy hallgató segítségével nem egészen rádióképes, nem tudom még, hogy fogjuk ezt majd feldolgozni. Lehet, hogy a hallgatókra bízzuk, hogy keressék meg ők. Ezért ítéltem úgy, hogy ezt élőadásba tudom. Köszi ezért is, és az egész bejelentkezésért. Jó munkát, szép napot neked! Legjobbakat kívánunk, szervusz! Szia! Katona Csaba történésszel beszélgettünk, Gustav Mahlerről, aki 160 évvel ezelőtt született, 1860. július 7-én. Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.